A régóta hiányzó, átgondolt állami stratégia helyett a szélsőséges időjárás fogja rávenni a gazdákat arra, hogy a hosszantartó csökkenést követően őszre növeljék a kalászosok vetés területét. Egyrészt, mert a viszonylag korán lekerülő gabonákban kevesebb kárt okozhat az aszály, másrészt az idei nehéz év után a földműveseknek jövőre nagy szükségük lesz az első bevételt jelentő búzapénzre. A szélsőséges év ellenére a vetőmag minősége kivételesen jónak számít. Megérkeztek az első laboratóriumi elemzések, amelyek eddig nem tapasztalt minőségre utalnak, különösen a búzánál. Egyes esetekben úgymond jó szándékú csaláshoz folyamodtunk, nem a valóságban mért 100%-os csiraképességet tüntettük fel, hanem 98 vagy 99%-ot írtunk be helyette. A kiváló hektolitersúly, csiraképesség és csirázási erély a szemtelítődés időszakában uralkodó kedvező időjárásnak köszönhető. Az Újvidéki Kutatóintézetben kiemelik, hogy vetőmagból lesz elegendő, ezen kívül szükség esetén az általuk külföldön kitermesztett búzamagból is a hazai vásárlók rendelkezésére bocsáthatnak bizonyos mennyiséget. Mi môžeme da pokrijemo preko 450.000 hektár. Több mint 450 ezer hektár bevetésére elegendő vetőmagot állítottunk elő. Ez az utóbbi évek teljes vetés területének felel meg, miközben köztudott, hogy a terület 50%-án padlásról szedett magot használnak. Tehát 200-250 ezer hektáron alkalmaznak fémzárolt vetőmagot, mi pedig ennek a mennyiségnek a kétszeresével rendelkezünk. A nemesítők tapasztalata szerint idehaza és a környező országokban egyaránt növekvő érdeklődés tapasztalható a búzatermesztés iránt. A szakemberek egyelőre óvatosak, a tavalyi 450 000 hektár után a 500 000 hektáros vetésterülettel már elégedettek lennének.